Liliput mesék. Drévás mese. Anyámnak kifogyott a lisztje. Nem tudott kenyeret sütni, hát elküldött a malomba őrletni. Na, én feldobtam a 4 zsák búzát a szekérre, befogtam a 4 ökröt és elindultam. A meredeken az ökrök megálltak, és hiába csapkodtam őket az ostorral, egy tapottat sem mentek tovább. Mit tehettem okosabbat? Kifogtam az ökröket, a 4 zsákot fogtam a szekér elé, az ökröket meg felültettem a zsákok helyére, hadd utazzunk egyszer urasan. Megcsapkodtam a zsákokat, húztak is becsületesen, egy-kettőre fenn voltunk a dombtetőn. Onnan már látnom kellett volna a malmot, de csak a patak zúgását láttam meg a molnárt, amint a lócán ül és pipázik. Hát a malom hová lett? Ahogy odaértünk, kérdem a molnártól is, az azt mondja, a malom elment eprészni. Amíg haza nem jön, nincs őrlés. Ennyi. Én annyi ideig nem várok, mondom. Inkább megkeresem ott az eprésző helyen, hazazavarom, elvégre a malomnak az a dolga, hogy lisztet őröljön. Úgy is tettem. Rá is leltem az erdő közepén a tisztáson, meg is dorgáltam, és mivel a szóra nem hajlott, kővel kezdtem haigálni, hogy siessen haza. Úgy aztán elindult, egyre jobban nekiíramodott a haszontalan, akkor meg az volt a baj, hogy nem tudtam utolérni annyira szaladt. Mire odaértem a zúgóhoz, már nagyban járt a malom. Az én lisztemet őrölte. Kevés idő múlva felpakoltam a zsákokat, befogtam a 4 ökröt és hazahajtottam. Estére már abból a lisztből sütött anyám kenyeret. Ezt csinálja utánam valaki.